Együttműködés. A kormány addig nem hoz semmilyen cégeket érintő döntést, amíg a vállalkozókkal nem állapodik meg, jelentette ki Lázár János az idei vállalkozók napján. Évvégi határidő. A gazdasági társaságoknak, illetve az egyéni vállalkozóknak december 21-ig van lehetőségük adózási formát választani. Újra látogatható, megnyitott a kapuit a látogatók előtt a Tiszadobi Andrássy kastély. A kormány addig nem hoz semmilyen cégeket érintő döntést, amíg a vállalkozókkal nem állapodik meg. Így nem született döntés a 400 négyzetméterenként előírt kereskedelmi foglalkoztatási kötelezettségről sem, jelentette ki Lázár János, miniszterelnökséget vezető miniszter az idei vállalkozók napján Budapesten. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Demjén Sándor, a VOSZ ügyvezető elnöke üdvözölte Lázár János kijelentését, valamint az olcsóbb és hatékonyabb államra tett utalásait. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 17. alkalommal rendezte meg a Vállalkozók napját. Az eseményen minden megye képviseletével mintegy 600 vállalkozó vett részt. A rendezvényen jelen volt Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, aki beszédében azt hangsúlyozta, az államnak a párbeszédre kell törekednie a vállalkozókkal, akik egyben a legfontosabb szövetségesei is, ezért a legtöbb vitát kiváltott 400 négyzetméterenként előírt kereskedelmi foglalkoztatási kötelezettségről Lázár kijelentette, nincs ilyen döntés. Mi olyan patrióta, olyan támogató politikát akarunk folytatni, amely önöktől származik, önökkel együtt alakítjuk ki, és nem önöknek fáj. Ezért, amikor olyasmit hallanak, hogy a 400 négyzetméter fölötti üzleteknél hány és hány embert kell majd foglalkoztatni, ezt a döntést nem fogjuk meghozni. Sőt, nincs ilyen döntés. Nincs semmilyen más olyan döntés, ami kárt vagy bajt okoz, vagy nehézséget, vagy kihívást, vagy akár lehetőséget, mindaddig, amíg erről önökkel, a vállalkozókkal és a VOSZ-szal nem állapodtunk meg. Demjén Sándor üdvözölte Lázár János kijelentését, valamint az olcsóbb és hatékonyabb államra tett utalásait. A eltervezett kormányzati kiadás csökkentés, a költségvetési intézmények tervezett létszám karcsúsítása az 50-50%-os esély. Mert Magyarország történetében mindig volt egy igaz dolog, hogy a bürokrácia mindig foglyul ejtette a működő kormányt. És ez a bürokrácia és létszámcsökkentés, ami az adók csökkentését kell majd maga után vonja, ami a növekedés, tehát az adók csökkentése, a bérek és a növekedésnek az alapja. A rendezvényen elhangzott, a vállalkozók nap mint nap megküzdenek a kihívásokkal, amivel munkahelyeket és adóbevételt teremtenek. A vállalkozók azok arról híresek, hogy küzdenek, nem adják fel. Ha feladnák, akkor a gazdaság is nagyon nehéz helyzetbe kerülne, ugyanis a munkaerőnek a kétharmadát a kis és közepes vállalkozások foglalkoztatják. Tehát ők folyamatosan küzdenek, így eredményeket tudnak produkálni, és ezek az eredmények pedig őket predesztinálják arra, hogy elismerjék. A hagyományoknak megfelelően az esemény végén rangos díjakat adtak át az ország legkiválóbb vállalkozóinak. Az elismerések magasrangú állami és szövetségi kitüntetések, amelyeket csak a legjobb teljesítményt nyújtó gazdasági szereplők, vállalkozók kaphatnak meg. A gazdasági társaságoknak, illetve az egyéni vállalkozóknak december 21-ig van lehetőségük adózási formát választani. Emellett a feltöltési, előlegfizetési és bevallási kötelezettségüknek is az év utolsó hónapjában kell eleget tenniük. December az áfa alanyok számára is különösen fontos határidő. Ők év végéig dönthetnek arról, hogy a korábbi nyilatkozatuk szerint maradnak-e a választott adónemben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 114 ezeren adóznak a NAV adatai szerint. Ezek közül az adószámmal rendelkező magánszemélyek száma a legmagasabb, ők megközelítőleg 73 ezeren vannak. A társas vállalkozók 19 ezeren, míg az egyéni vállalkozók 22 ezeren választották az adott vállalkozás típust a megyében. Az adónemet váltóknak egy adatlap kitöltésével kell bejelentkezniük az új adózási formába.
A gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozók évvégéig dönthetnek arról, pontosabban december 21-éig, hogy megtartanak-e egy-egy adónemet, amiben adóznak, illetve elhagyják ezt az adónemet. December 21-e az a határidő, ami jogvesztő egyébként az evások számára is. Akik ezt az adónemet szeretnék választani a következő évtől, azok december 21-éig egy adatlap kitöltésével jelentkezhetnek be erre. Illetve a kívánsok, akik egész évben választhatnak adónemet, ők is dönthetnek arról, hogy elhagyják, vagy megtartják ezt az adónemet, de természetesen ők az év további szakaszában is választhatják ezt az adózási formát. A kisadózó vállalkozások tételes adója, azaz a kata szerint adózók számára a kötelezettségeket tekintve a december nem különbözik a többi hónaptól, mondta el Magyar Norbert. Hozzátette, a KIVA, azaz a kisvállalati adózók egész évben választhatnak adónemet, így őket sem érinti a december 21-i dátum. Általában az adózók egy-egy adónemben meg szoktak maradni, tehát egy vállalkozás, amely már bejáratott adózási forma szerint adózik, az nem szokott évközben vagy év végén más adózási formát választani. Ez azokra a vállalkozásokra jellemző, akik évközben jönnek rá arra kezdő vállalkozóként, hogy nem a megfelelő adózási formát választották ki maguknak. A decemberi feltöltési kötelezettségeknek szintén az év utolsó hónapjában kell eleget tenniük az érintetteknek. Ez a társasági adót, az energiaellátók jövedelemadóját, az innovációs járulékot és a reklámadót jelenti. Újra megnyitott a kapuit a látogatók előtt a Tiszadobi Andrássy kastély. A felújítási munkálatokat 2012-ben kezdték 1,7 milliárd forintnyi Európai Uniós forrásból. A külső és a belső átalakítások 2014 tavaszára készültek el, majd a korhű bútorok és berendezési tárgyak beszerzése zajlott. Hétfőn reggel 10 órától már érkeztek is a látogatók a Tiszadobi Andrássy kastélyba, ami a 2012 óta tartó felújítási munkák után most először látogatható ismét. A kastély ünnepélyes megnyitója a következő hetekben várható, mondta el televíziónknak Tiszadob polgármestere. Bán György hozzátette, a beruházást mindenképpen szerették volna átadni a látogatóknak még az ünnepek előtt. A kastély felújítás az 12-ben indult pályázattal, pályázatbeadással, és hát tulajdonképpen az utolsó simítási munkák azok 14 tavaszára elkészültek. 14-től egy elég hosszú időszak az, amikor a kastélynak a korhű bútorainak a beszerzése, illetve beállítására került a sor, és hát gyakorlatilag eredetileg úgy nézett ki, hogy már augusztusban megindulunk, hogy beindul a kastélynek a látogatottsága, viszont én úgy gondolom, hogy most alakult minden úgy össze, hogy Foster cég is tulajdonképpen most rakta össze azokat a dolgokat, amikor már meg tudja nyitni a kastélyt. A Tiszadobi kastélyt idősebb Andrássy Gyula építette 1880 és 1885 között. Az épület érdekessége, hogy 4 bejárata, 12 tornya, 52 szobája és 365 ablakszeme van. A kastély és környéke 1950-től 2007-ig gyermekvárosként működött, az épület felújításáról a megyei önkormányzat döntött. Az egész pályázatot a megyei önkormányzat adta be a kastélynek a felújítására. Erre a kastély felújítására uniós forrásból információm szerint 1,7 milliárd forintot kaptunk, és hát a egyéb járulékos berendezések, amik bekerültek, meg a kiegészítés, az még 500 millió forintba került. Bán György hozzátette, a jövőben keresni fogják a kastély környéki terület fejlesztéséhez forrás nyújtó pályázati lehetőségeket. Második János Pál pápa vérerekjéjét helyezték el az ajaki római katolikus templomban. A szertartásról a folytatásban láthatnak összeállítást, előtte nézzük a híradó további témáit. Az utolsó pillanatig nyílt mérkőzésen szenvedett vereséget a Marsóny Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 10. fordulójában lejátszott mérkőzésen Sitko Ernő együttese a Sopront fogadta, és a vendégek 71-68-as sikerrel távoztak a Bemiskola csarnokából. Újoncként a harmadik helyen zárta az őszi szezont a megyei első osztályban a Sényői futballcsapat. Ember Roland együttese egyedüliként mondhatja el magáról a mezőnyben, hogy legyőzte a lista vezető Ibrányt.
Második János Pál pápa életével az egész világ számára arra adott példát, hogy a korszerű világ problémáira az egyház hogyan adjon választ. Hangzott el azon a szertartáson, amely során elhelyezték a kelet-európai pápa vérerekjéjét az ajaki római katolikus templomban. Ajak vallásos település, mindig ápolta a keresztény hagyományokat, nagyon sok római és görög katolikus papot adott a magyar katolikus társadalomnak. A szertartáson elhangzott II. Szent János Pál pápa szolgálatát hűsi módon teljesítette, bejárta az egész világot, példát mutatott arra, hogy nem a testi körülmények és adottságok, hanem a lélek ereje mire teszi képessé az embereket. Ajakon mindig is nagy tisztelet övezte a lengyel származású egyházi vezetőt, most a római katolikus templomban helyezték el erekjéjét. Az az erekje, amit elhoztam, az ő vérerekjéje. Úgy készítették ezt, hogy amikor a merénylet volt, akkor a kórházban a megfelelő kezelés formájában a vérét lecserélték, mert a fertőzéstől problémák adódtak, és ezt a vért, amit levettek tőle, azt a kórház titokban megőrizte, és csak amikor aztán halála után, meg amikor szentté avatták, akkor ajánlották fel, és ezek a vércseppek vannak beleitatva abba a kis szövet darabba, amit aztán az ereketartóban elhelyeztek, és hát szerte a világon, meg hát Magyarországon is több helyen megtalálható ez. Második János Pál pápa azok közé a szentek közé tartozik, akik példát adtak a hősies keresztény életre. Kitüntető dolog az, hogy a Nyíregyházai Irgalmasság templom a Szent Év kezdete alkalmából az örökösföldi római katolikus templom mellett itt megyénkben Ajakon lesz ez a ereke elhelyezve, és ennek üzenete az, hogy őrizzük meg őseink hitét, buzgón imádkozzunk, és vegyünk példát Szent II. János Pál életútjából arról a tevékenységért, amit nem csak mint pápa, hanem mint a világ lelkiismerete tett élete folyamán. Az esemény segít a településnek abban is, hogy a lengyel-magyar katolikusok közötti kapcsolat még inkább elmélyüljön. Szerintem akivel csak nem beszélek Magyarországon, amikor szóba kerül II. János Pál, az mindig arról van szó, hogy nem csak egyetemes egyház főnöke, de ő is az volt, aki azt a szabadságot segítette visszahozni ide. Ezt a lengyel-magyar barátságot is mindig említette, amikor Magyarországon járt. Neki is fontos volt az a hagyomány, melyet mi most folytatjuk. Ez annak a folytatásának a rész. Az erekét bárki megtekintheti az ajaki római katolikus templomban. Elindult a téli élelmiszerlánc ellenőrzés. A szezonális akció célja, hogy az ünnepek előtt megnövekedett forgalom mellett is egészséges, jó minőségű termékek kerüljenek a vásárlók asztalára. Fokozottan vizsgálják például a friss húst, a hal és haltermékeket, a virslét, valamint a borokat és pezsgőket. Megkezdődött a Nébih téli élelmiszerlánc ellenőrzési sorozata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A szakemberek főleg az adventi és szezonális ünnepi hagyományokhoz köthető ételeket és kereskedőket ellenőrzik. December 1-ével kezdődött, és tart egészen december végig, tehát december 31-ig. Ez az kiemelt ellenőrzés az éves ellenőrzés tervünk részét képezi. Ennek az az érdekessége, vagy különlegessége, hogy az ünnepkörhöz, a hagyományokhoz köthető termékeket, elállítókat, forgalmazókat ellenőrzzük ilyenkor elsősorban. Tehát azokat a termékeket, húsok, halak, édességek, pezsgők, borfélék, amik ehhez a hagyományokhoz, a karácsony ünnepkörhöz köthetők. A szezonális ellenőrzés azért is fontos, mert a fogyasztói igény ilyenkor sokkal nagyobb az év többi részéhez képest. A megnövekedett forgalom pedig több feladatot jelent a kereskedőknek, mondta a szakember. Helyszíni ellenőrzéseket végzünk, és az élelmiszerlánc egész területét ellenőrizzük, tehát kezdve az élőállat előállítással, szállítással, a termékek előállításával, és a végén természetesen a forgalmazó helyekre is eljutunk.
egyre, ahogy közeledünk az ünnepekhez, a végén már lényegében csak a forgalmazó helyeken fogunk ellenőrizni, tehát az egész élelmiszerlánc vonalát ellenőrizni fogjuk, és nagyon fontos hozzátenni, azt már nem ellenőrizzük, de az élelmiszerláncnak, hogy biztonságos legyen egy élelmiszer, része a fogyasztó is, aki miután megveszi az élelmiszert a boltokban, üzletekben, még neki is vannak olyan élelmiszerlánc biztonsági feladatai, élelmiszer biztonsági feladatai, hogy egészséges legyen az élelmiszer otthon is, tehát ő is a szállítás során, főzés során tartja azokat a szabályokat, hogy a végén nehogy hiba csúszson az élelmiszerláncba, és biztonságos legyen az élelmiszer teljesen a fogyasztáskor is. Vajda Lajos kérdésünkre azt is elmondta, a megyében a tavalyi évben pénzbüntetést nem kellett kiszabni az ellenőrzések során, az élelmiszerlánc biztonsági előírásoknak megfeleltek a kereskedők. Az utolsó pillanatig nyílt mérkőzésen szenvedett vereséget a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 10. fordulójában lejátszott mérkőzésen Sitko Ernő együttese a Sopront fogadta, és a vendégek 71-68-as sikerrel távoztak a Bemiskola csarnokából. A nyíregyháziak szombaton Pakson lépnek pályára. A nyíregyháziak edzésekkel, a soproniak nemzetközi meccsekkel készültek a bajnoki szünet utáni első mérkőzésre, amelynek nyitó negyedében felváltva vezettek a csapatok, de a szünetre a vendégek mehettek 3 pontos előnnyel. A második 10 percben átvette a vezetést a Nyíregyháza, amit meg is tartott a nagy szünetig. A harmadik negyedben jött a már-már szokásos visszaesés a hazaiak játékában, így a záró 10 percnek 6 pontos soproni vezetésnél vágtak neki a csapatok. Nem esett sok kosár, de a hajrá izgalmasan alakult, 11 másodperccel a vége előtt 1 pontos hátránynál támadhatott a Nyíregyháza, Anru dobása azonban nem jutott el a gyűrűig, a megszerzett labdával pedig Laros végleg eldöntötte a mérkőzést. Az utolsó pillanatig bíztam abban, hogy nyerni fogunk, és úgy is gondoltam, hogy megnyerjük ezt a találkozót. Sajnos a végjátékban többet is hibáztunk. Nem csak az utolsó akció, de előtte is a két olyan előtt labdánk volt, amit nem szabad megengedni ezen a szinten. A vendégek edzője, Sabáli Balázs, a második fél idei keményebb védekezésüknek tulajdonított a csapat a győzelmét. Ami véglegesen döntő volt az az, hogy második fél időben agresszívabban védekeztünk, és jóval kevesebb pontot kaptunk, mint az első 20 percben. Ugyanakkor rengeteg hibával játszottunk, míg az első fél időben nagyon sok üres 3 pontos maradt ki, addig a második fél időben pedig a közeli dobásaink voltak nagyon rossz százalékúak. Majdnem megbosszulta magát, hál' Istennek a végjátékban mi jöttünk ki szerencsésebben. A forduló további eredményei: Körment Kaposvár 91-81, Szombathely Szolnok 65-73, Szeged Pécs 78-93, Atomerőműese Albafehérvár 96-81, MAFSZ Kecskemét 71-93 és Zalaegerszeg Jászberény 82-70. A tabella élén az Atomerőműese áll 8 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Szolnokot. 3 csapat, a Szombathely, a Zalaegerszeg és a Körment szerzett eddig 7 győzelmet. A Marsó Nyíregyháza 3 hetes mutatóval a 12. helyen várja szombati paksi vendégjátékát. Újoncként a 3. helyen zárta az őszi szezont a megyei első osztályban a Sényői futballcsapat. Ember Roland együttese egyedüliként mondhatja el magáról a mezőnyben, hogy legyőzte a lista vezető Ibrányt. Újoncként, de magasabb osztályt is megjárt játékosokkal vágott neki a bajnokságnak a Sényő, és a csapat igazolta is az előzetes várakozásokat, végig ott volt az élmezőnyben. Olá Dávidék egyedüliként győzték le a listavezető Ibrányt, a 10. fordulóban 10 gólt lőttek a Gyulaházának, másik végletként viszont az őszi zárófordulóban, Tiszavasváriban 7 gólt kapott a Sényő. Az Ember Roland által irányított együttes végül 9 győzelemmel, 2 döntetlennel és 4 vereséggel, 43-22-es gólkülönbséggel 29 pontot szerezve a 3. helyen zárta az őszt. Összességében azt mondhatom, hogy ha számokat nézzük, elégedettek lehetünk, hiszen csapattal szemben a vezetők elvárása az volt, hogy 10-ben legyünk. Mi tudtuk ezt ezen előtt, hogy azért valószínűleg előrébb fogunk tudni végezni, és így van, a 3. hely össze is jött, bár igazság szerint szerintem több volt ebbe az őszben, hiszen jó néhány pontot, jó néhány buta pontot vesztettünk. Így azt mondom, hogy a 2. hely talán reálisabb lehetett volna, de most így jött össze, 3. vagyunk, viszont lőtávon belül van a 2., úgyhogy szeretnénk tavaszi fordulók alkalmával rögtön az elején megelőzni az előttünk álló csapatot.
A korábban az NB1-ben is megforduló védő szerint nem lehet panasz a megyei első osztályú bajnokság színvonalára. Én ugye még nem játszottam soha megyei szinten, és nagy meglepetést okozott számomra, hogy milyen erős ez a bajnokság, hiszen talán az Ibrány ugye egy kicsit elugrott a többi csapattól, de ha megnézzük, utána nagyon-nagyon sűrű a mezőny, és a második és tizedik hely között, nem akarok ilyesét mondani, de 10 ponton belül van a differencia. Úgyhogy, és meg is mutatkoztak az eredményekből, hogy tényleg bárki bárkit megverhet. Úgyhogy egy nagyon kellemes meglepetés és egy nagyon erős színvonalas bajnokság most ez az idei megye első osztály. A játékosok a téli pihenőt követően január 8-án találkoznak először, és rögtön egy teremtornával indítja majd a felkészülést a Sényűi együttes. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer néhány mondatban. A kormány addig nem hoz semmilyen cégeket érintő döntést, amíg a vállalkozókkal nem állapodik meg. Így nem született döntés a 400 négyzetméterenként előírt kereskedelmi foglalkoztatási kötelezettségről sem, jelentette ki Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter az idei vállalkozók napján Budapesten. Demján Sándor, a VOSZ ügyvezető elnöke üdvözölte Lázár János kijelentését, valamint az olcsóbb és hatékonyabb államra tett utalásait. A gazdasági társaságoknak, illetve az egyéni vállalkozóknak december 21-ig van lehetőségük adózási formát választani. Emellett a feltöltési, előlegfizetési és bevallási kötelezettségüknek is az év utolsó hónapjában kell eleget tenniük. December az áfa alanyok számára is különösen fontos határidő. Ők év végéig dönthetnek arról, hogy a korábbi nyilatkozatuk szerint maradnak-e a választott adónemben. Újra megnyitott a kapuit a látogatók előtt a Tiszadobi Andrássy kastély. A felújítási munkálatokat 2012-ben kezdték 1,7 milliárd forintnyi Európai Uniós forrásból. A külső és a belső átalakítások 2014 tavaszára készültek el, majd a korhű bútorok és berendezési tárgyak beszerzése zajlott. A Kölcsei Televízió íradóját látták hétfőn. A legfrissebbekkel holnap este várjuk majd Önöket, híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk, a Kárpát-medence nagy részét nedves, hűvös levegő tölti ki, és a magasban változatlanul enyhe levegő érkezik fölénk. Ezért folytatódik a többnyire borongós, párás idő számottevő csapadék nélkül, az ilyenkor szokásosnál kissé magasabb hőmérsékletekkel. Éjjel erősen felhős vagy borult lesz az ég, párássá válik a levegő, a magasabban fekvő területeken szitálás is várható. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, de átmenetileg térségünkben is felszakadozhat a felhőzet. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Szerdán még folytatódik a borongós, enyhe idő, majd csütörtök reggelre egy hideg front vonul át fölöttünk, amelynek hatására eleinte kisebb eső is eshet, majd napközben felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Pénteken ismét borongós, nyírkos idő várható, majd a hétvégén érkező újabb front hatására változékonyabbra fordul az idő. Felhős és napos időszakok váltják majd egymást, pár fokkal csökken az éjszakai és a nappali hőmérséklet is, így az eső mellett már havas esőre, hózáporokra is számíthatunk a hétvégétől.